Felrobbantott konzervdoboz, fényformájába történő energialeadás, folyékony nitrogénnel való kísérletek is zajlottak az idei kutatók éjszakája elnevezésű, igen népszerű, Európát átfogó rendezvényen, amelynek évek óta a résztvevője a Szekszárdi Garai János Gimnázium. Az idén már nem csupán a gimnázium természettudományos laborában zajlottak késő estébe, olykor éjszakába is nyúló események, hanem társadalomtudományos területen is voltak előadások. Sőt, az udvaron az 1848-as szabadságharcot megidéző fegyverbemutató és hadijáték is szerepelt a programban. A kuriózumok a tanórai szakkori keretekben is ritkán látható kísérletek a laborban zajlottak. Olyanok, amelyek kisebbeket, nagyobbakat, a kevésbé természettudományos érdeklődési diákokat, a nem ilyen szakos tanárokat is vonzotta. A gyerekeink nagyon szeretik ezt a programot, sőt önként jelentkeznek, tehát nagyon nagy munkájuk van ebben. Készülnek rá, ötletekkel jönnek, amit mi nagyon szívesen fogadunk, és ennek megfelelően segítünk nekik a felkészítésben. Nem csak kémiai, hanem biológiai, fizikai kísérletek is vannak a laboratóriumban. Volt egy olyan foglalkozásunk is, ahol mikroszkópos vizsgálatokat végezhettek az érdeklődők. Volt hozzá egy kis előadás, egy sejtő szervezeteket lehetett megvizsgálni a mikroszkópokban. Ez utóbbi interaktívvá is vált, mert hogy maguk a nézők is bekapcsolódhattak a kísérletekbe. Egyéb iránt ezen a napon a kutatói hajlandósággal is megáldott természettudományos érdeklődésű diákok sokszor először mutattak be olyan kísérletet nagyobb közönség előtt, amit legfeljebb eddig csak szaktanáraik láttak. Olyan anyagokból áll, ami egyrészt, hogy veszélyes, mérgező, és hát nem lehet kapni boltokba, ez nagyon fontos, és én 12-es csináltam például olyan kísérleteket, amik robbantottam, lövöldöztem, és hát megszólalt a tűzriadó is. Mindannyian más kísérleteket adunk elő, amiket vagy láttunk, vagy nem. Én is láttam már párat belőlük ugye gyakorlati órán, de igazából akárhányszor meg lehet nézni ezeket. Most jelenleg egy elég fényes redox folyamatok fognak, mindenféle tűzzel kapcsolatos dolgok. Ennél a kísérletnél cinket és kénport kevertek össze, amit alulról elkezdtek melegíteni, az olvadás is hamar elindult, pár perc elteltével a robbanás is bekövetkezett. A rózsaszín porból egy kékes színű oldat jött létre Slavik Blanka a Vegyész Virágos Kertje című kísérleténél. A víz fog áramolni a tömélyebb helyre, ami következtében meg fog nőni egy nyomás, és ki fog szakadni a hártya, és akkor így fognak ezek szépen lassan növekedni. A tanárok is idővel előjöttek kísérleteikkel a diákok után. Kiderült többek között az, hogyan lehet vas, érc és szén nélkül kémiai úton vasat előállítani. Olvat vasot látható benne, ez hát nem 10 fokos, hanem azért egy kicsit melegebb, 15. És látható, hogy a konzerves doboz elég kellemesen tönkre ment. Ezt megelőzően már szinte rutinszerűen mutatták be a diákok a konzervdoboz felrobbanásának tudományos, természettudományos trükkét. A gimnázium udvarán olykor puskaropogás törte meg a késő esti csendet. A kutatók éjszakája keretében zajló fegyverbemutató, mint újdonság, sokakat, nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is vonzotta. Felidéződött az 1848-as szabadságharc, a magyar huszárbirtus, divatos szóhasználattal élve, megint interaktív módon. Ez a ruha és a felszerelés ugye az 1848-as korszaknak ugye jellemzője volt, pontosan miért ilyen ruha volt, miért így nézett ki, a fegyverek, amiket használtunk, azok honnan eredtek, és milyen elven működtek, és ugye az egyesületünknek az egyik célja is ugye nyilván ezeknek a hagyományoknak a bemutatása, a felelevenítése. Hadijátékokra is járunk, ahol ezekkel a korhű fegyverekkel
lövünk, és nyilván a célunk az volt itt is, hogy megismertessük a középiskolásokkal, és még a többi érdeklődővel is, akik eljöttek ezt a korszakot, magát a hagyományőrzést, és akinek nyilván kedve van, az bátran kereshet minket és csatlakozhat hozzánk. Az előtöltős fegyverekkel, különböző puskákkal, pisztolyokkal lőni élmény volt a javából, persze a bátrabbaknak, akik vállalkoztak a feladatra.